Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Plusz 29 térségi magazin műsorának április elsői adását látják. Antal Beáta vagyok. A Pest-megyei labdarúgó bajnokság 20. fordulójának rangadóján a Dabas Gyón Vecsés csapatát látta vendégül. A bajnokság első és második helyezettje mérkőzött meg egymással. A dabasi csapat a 30. percben megszerezte a vezetést, a Vecsésnek pedig sem az első, sem a második félidőben nem sikerült gólt szereznie, ezért 1-0-ás vereséget szenvedett idegenben a csapat. A másodosztályú bajnokságban a Felsőpakony Ráckeve csapatával találkozott. A vendég Ráckeve a mérkőzés 35. percében szerzett góljával 1-0-ra vezetett a félidőben. A második játékrész 10. percében kiegyenlített, majd 13 perccel később szerzett találatának köszönhetően már Felsőpakony vezetett. A mérkőzésen tehát fordított Felsőpakony, és 2-1-re megnyerte a Ráckeve elleni mérkőzést. A novemberi országos ökölvívó bajnokság után Vecsés ismét rangos eseménynek adott otthont. Március 23-a és 26-a között a vecsési Grassalkovics Antal Általános Iskolában került megrendezésre az országos diákolimpia. Gedó György olimpiai bajnok az utánpótlás nevelésről nyilatkozott televíziónknak. Én 60 éve benne vagyok az ökölvívó sportba, és a hátam mögött tulajdonképpen sok szakmai és gyakorlati tudás, ha lehet azt mondani, összegyűlt, amit én különben edzői és nevelői munkám során is alkalmaztam, és ma is alkalmazom. Én úgy érzem, hogy először is azt a kontaktust keresem, és ez a legfontosabb munkám nekem, hogy a bírók és az edzők közötti harmónia megteremtődjön, mert ez döntően befolyásolja a gyerekeknek a jövőjét, az ifjúság jövőjét. Tehát őket oktatni, tanítani főleg egyre nehezebb lesz most már, hiszen látjuk a pedagógiai életben is, hogy nagyon sok probléma van, és a mai gyerekek nagyon hajlanak azokra a dolgokra, amik tulajdonképpen nem a valóságot tükrözik. Tehát én úgy vagyok ebben a kérdéssel, hogy szembe akarom állítani a fiatalokat, hogy tudják azt, hogy mi az igazság és mi a valóság. Mert ezt csak az ökölvívó sportban tudják majd meg, itt senkire nem lehet számítani, önmagára van utalva, itt csak azt a tudást, amit megtanul, azt tudja majd alkalmazni, és ennek van jövője. De ez bizony meg kell tanulni az ökölvívó sportág rejtelmeit, fortéjait. Ha valaki azt mondja, hogy mindent tud az ökölvívó sportról, az nem mond igazat, mert hiszen én is tanulok, mindig újat tanulunk, de a legfontosabb az, hogy alapvetően az alapdolgokat azokat tanulják meg. Azok az edző kollégáim is tulajdonképpen, akik dolgoznak ma, vagy akik majd a jövőben fognak tanítani, nevelni, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a tényezők, amik az ökölvívó sportágban rejlenek, azok hogyan fognak majd lecsapódni, vagy jobban, hogy fogják majd alkalmazni azok a fiatal gyerekek, akik az ökölvívó sportot meg fogják szeretni. És nekünk ez a célunk, hogy megszeressék, és én az ilyen kezdeményezést nagyon nagyra én tudom értékelni, ami az Országos Ifjúsági Sport Szervezet részéről, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség részéről, és hát a Vecsés Sport Egyesület részéről egy ilyen közös kezdeményezés, hogy, és már nem az első, mert hiszen én visszaesőként járok ide, tehát ezeket a versenysorozatokat, ezeket meg kell tartani azért, hogy azokat a fiatalokat tudjuk majd nevelni, akik majd kint az ország határon kívül is helyt tudjanak majd állni, és kellőképpen tudják a magyar színeket képviselni. Hogyan látja az utánpótlás csapatoknak a fejlődését az elmúlt években? Hát úgy összegezve az elmúlt éveket figyelembe véve, egy 1980-ban történt zuhanó repülés állt be, amikor is nagyon sok olyan konkurens sportág, mint az MMA, a Thai Box, vagy a Kyoshonka, tehát ezek a sportágok, amik tulajdonképpen nem tartoznak a 16 kiemelt sportágok közé, de mi tulajdonképpen, mert az ökölvívó sportág bölcséjéből kerültek ezek a sportágok is ki, de mi teljesen más szabályokkal dolgozunk, teljesen mások a követelményrendszerek, és
a szabályokat, hogyha figyelembe veszem, akkor nálunk olyan nincsen, hogy valakit fejbe rugunk, hanem mi azt a leesett versenyzőt fölemeljük. Tehát már ez is egy alapja annak, hogy tulajdonképpen a fiatalok nevelésében már az alapkezdéskor már ezt próbáljuk szorgalmazni. Kovács Lászlóval, az utánpótlás válogatott szövetségi kapitányával a junior Európa-bajnokságról beszélgettünk. Hamarosan junior ökölvívó Európa-bajnokságot rendeznek. Megvan-e már az, hogy kik utaznak, vagy pedig most dől még majd el? Hát az utazó lista így nincsen meg, hiszen senkinek nincsen bérlete. Viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy ezen a versenyen ki milyen teljesítményt tud nyújtatni. Nem is igazán az eredménye fontos, hanem az, hogy ki hogyan tudja azokat a tanultakat, amit a szakosztályokban megtanultak, az hogyan tudna a gyakorlatban alkalmazni. Hogyan látja az utánpótlás helyzetét most Magyarországon? Hát ugye az ökölvívás egy nagyon kellemes helyzetben van, hiszen kiemelt sportágak közé került, ugye, és egy kiemelt támogatást is kap, főként az utánpótlására. Ez pontosan ezen a versenyen látszik, hiszen közel 400 fő nevezésből egy olyan 360 fő az, aki itt van ezen a versenyen, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak egyik népesebb induló létszámmal rendelkezik ez a verseny, ami elég nehéz feladatot adott ugye a szervezőknek. Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek is, hogy ilyen magas színvonalon nagyon flottul szervezték meg ezt a versenyt, ami azért is fontos, hiszen a gyerekeknek nem mindegy, hogy milyen versenyen találkoznak az ökölvással, milyen minőségű verseny, legyen kedvük legközelebb is eljönni. A vecsési versenyzők szépen helytáltak. A lányok junior korosztályában Uhrin Csenge az 50 kg-osok között, míg Tarnóci Tamara az 54 kg-os kategóriában végzett a második helyen. A serdülőknél 66 kg-ban Leveleki Noémi a második lett. A fiúknál 44-46 kg közötti súlycsoportban Nádasdi László az ötödik helyen végzett. 52 kg-ban szintén ötödik lett Magyar Márk. Pap András a negyedik, Iván János pedig a hatodik lett az 54 kg-os súlycsoportban. 60 kg-ban Tóth Bendegúz a hatodik helyen zárta a diákolimpiát. Erdei Zsolt, korábbi profi ökölvívó, az utánpótlás jelenlegi helyzetéről nyilatkozott. Összesen 6 indulónk volt, még egyelőre ugye nincsen vége, tehát nem tudom, hogy milyen végeredménye fogunk zárni. Mi elsősorban IFI-be vagyunk nagyon erősek, meg juniorban, a diákolimpián viszonylag kevesen indultunk, de ennek ellenére én azért elégedett vagyok a csapat teljesítménnyel. Hogyan látod az utánpótlás helyzetét itt Magyarországon? Meglepődtem, hogy ilyen sokan indultak most a diákolimpián, több 400 nevező, nem is nagyon hittem el először, aztán többen ugye kardoskodtak mellette, úgyhogy kénytelen voltam elhinni. Úgyhogy örülök, hogy ennyi induló volt. Én azt remélem, hogy a következő generációtól már többet várhatunk. Bár én azt gondolom, hogy a mostani olimpiai ciklusban is realitás, ugye azt mondja, hogy muszáj, hogy 3-4 versenyzőnk beférjen. Ha csak 2-3, az is már valami. Tehát én azt gondolom, hogy az ökölvívás ugye a mély ponton van, de azért még nincsen minden veszve. Március 25-én ünnepelte volna 90. születésnapját Pap László. Ez alkalomból a háromszoros olimpiai bajnok fia, ifjú Pap László egy emlékplakettet vehetett át. Fél éven belül már a második nagy országos rendezvénynek adott otthont vecsés ökölvívásban. Hány nevezés érkezett a diákolimpiára? Rekordszámú 423 nevezés érkezett. Így visszagondolunk, több mint 30 éve nem rendeztek ekkora versenyt ökölvívásban Magyarországon. Egy igazi monstre verseny elé néztünk, ez eléggé megnehezítette a szervezési feladatokat is. Milyen feladatokat kellett pontosan ellátni a szervezőknek? Talán a nagy létszámból már lehetett sejteni, hogy nagyon sok napi verseny lesz. De például az első nap közel 100 mérkőzés volt, emiatt ugye folyamatosan a cateringbe kellett a mérkőzéseket lebonyolítani. Éjfélkor tudtunk végezni az első nap, de a másodnapi selejtezőkön és az elődöntőkön is késő estében nyúlt a mérkőzések befejezése. Hány vecsési indult ezen a rendezvényen? 11 vecsési versenyzővel indultunk. A 11 versenyzőből 4-en jutottak be a döntőbe. A lányoknál Uhrin Csenge, Tarnóci Tamara és Leveleki Noémi, a fiúknál pedig Lőci Roland.
és bronzérmet szerzett, azt már tudjuk, Pap András. Kik segítettek a szervezésben? Hál' Istennek voltak hivatalos segítőink, ugye az önkormányzatnak köszönhetjük azt, hogy itt lehetünk egyáltalán az iskola tornatermébe, de nagyon nagy segítség volt a média oldalról, a Williams Televízió, akik a hangosítást ajánlották fel a támogatásként, illetve a versenyzők szülei is folyamatosan kiveszik a részüket a munkából. Milyenek az első visszajelzések a Diákolimpiáról? Hát mindenki mondja, hogy ilyen nagy verseny még nem nagyon volt, valószínű, hogy nem is lesz több ilyen, tehát a mi példánkon okulva jövőre már ketté fogják bontani ezt a versenyt, és egy olyan 200-200 indulóval külön fogják megrendezni. Általánosságban azt kapjuk vissza, hogy profi módon szervezetten zajlik a verseny. Ugye többen féltek itt, hogy a nagy tömeg miatt esetleg kicsi káosz lesz, de szerencsére a zsűri elnöke, Nacsa József úr is nagyon szépen vezényli a dolgot, és a mi segítőink is, mivel már rutinosak, hiszen a negyedik ilyen nagy országos versenyt rendezzük, a mi segítőink is azért már tudják, hogy kell azt biztosítani, hogy folyamatos legyen a verseny. A kikötő vendége ezúttal dr. Zsombok László Krisztián Munor polgármestere volt, aki a város 2016-os költségvetéséről, valamint fejlesztési terveiről is nyilatkozott televíziónknak. Tisztelettel köszöntöm a Williams Televízió valamennyi kedves nézőjét, önök a Kikötő című magazin műsorunkat láthatják, és folytatjuk azt a sorozatot, melyben a település vezetőkkel arról beszélgetünk, hogy milyen az idei költségvetés az adott városnak, illetve a nagyközségnek. Ebben az alkalomból engedjék meg, hogy köszöntsem stúdiónk mai vendégét, Zsombok László polgármester urat, Monor város polgármesterét. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a Williams Televízió nézőit. Kedves nézők, már tudják, az eddigi vendégeink már elmondták, hogy milyen fontos egy város életében a költségvetés elfogadása. Ilyen volt ez Monor város életében is, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy több hetes hónapos egyeztetés előzte meg, míg aztán februárban sikerült a képviselőtestületnek egy pozitív döntést hozni. Igen, hát ahogy ugye minden város életében ez egy fontos és egy meghatározó rendelet, a költségvetési rendeletnek az elfogadása. Ugye, bár ma már ugye nem kötelezi a jogszabály az önkormányzatokat arra, hogy előre koncepciót készítsenek, de mi már a tavalyi évben, decemberben elkészítettük a koncepciót, januárban első körben egy első verziós költségvetési tervezetet fogadtunk el, és a februári képviselőtestület ülésen tettünk pontot, legalábbis egyelőre a 2016. évi költségvetésünkre, tehát így született döntés róla. Ha jól tudom, polgármesterről, akkor 5 milliárd forintból gazdálkodhatnak 2016-ban. Hogy tevődik ez az összeg, ez a fő összeg? Hát szerencsés esetben ez lehet akár 5 milliárd is, de a most elfogadott költségvetési kiadási és bevételi főösszeg az 3,5 milliárd forint. Természetesen én lennék a legboldogabb, meg azt gondolom, hogy a monoriak, hogyha különben akár pályázati pénzekből ezt az összeget ugye sikerülne följebb tornázni. Egyelőre 3,5 milliárd forinttal gazdálkodik a város, ami összességében egy stabil gazdálkodást tesz lehetővé. Ahogy a tavalyi évben, úgy szerencsére az idejében sem számolunk hitelfelvétellel, tehát sem folyószámla, sem munkabér hitelkeret, remélhetőleg nem kerül felhasználásra, és összességében stabilan gazdálkodik a város, tehát a jelenlegi tudásunk alapján azt látjuk, hogy azoknak a fejlesztéseknek, illetve a működési költségeknek a fedezete az a költségvetésünkben biztosítva van, amit az idei évre beterveztünk és szeretnénk megvalósítani, és amiből nagyon, ami alapján nagyon bízunk abban, hogy az idei év is egy sikeres év lesz a városunk életében. Kicsit segítsünk a nézőknek, ez a 3,5 milliárd a tavalyi év költségvetéséhez képest mérsékeltebb, vagy bővebb lehetőségeket enged meg? Nagyjából hasonló főösszeggel fogadtuk el a tavalyi év költségvetését. Ugye az azért jellemző a magyar önkormányzatokra, hogy egy-egy EU-s pályázat, egy-egy nagyobb projekt szokta megemelni a mind a kiadási, mind pedig a bevételi főösszeget. Monor azért most már évekre visszamenőleg nagyjából hasonló kiadási és bevételi főösszegekkel tud gazdálkodni. Az elmúlt években
ennél azért egy szerényebb mértékű volt az önkormányzatnak a bevétele, de ami azt gondolom, hogy fontos, és talán ilyen körben is érdemes róla beszélni, és nem árt, hogyha a nézők is tudják, hogy azért összességében a kormány az idejében jobban finanszírozza az önkormányzati feladatokat. Tehát a tavalyi év volt az első olyan év, amikor már érezhető volt az annak a pozitív hatása, hogy egyszerűen fogalmazok, akkor azt lehet mondani, hogy az állam több pénzt adott az önkormányzati feladatoknak az ellátására. Ez egyébként több területen is érezhető. Konkrétan ugye a köznevelési feladatok tekintetében, itt elsősorban az óvodáknál, ugye ez a korábbi nevén, tehát az óvodai normatíva után egy magasabb összeget finanszíroz az állam az önkormányzatoknak. A szociális feladatok tekintetében úgy szintén pozitív a összességében az egyenleg, illetve hát vannak olyan feladatok természetesen továbbra is, amikhez kevesebbet kell az önkormányzatnak hozzátennie, tehát ennek is köszönhető, hogy az önkormányzatunk talán egy kicsit könnyebben tud az idejében gazdálkodni. Még mielőtt belemennénk a részletekbe, polgármester úr, számokat is, főbb számokat is említenénk, engem érdekelne, hogy politikailag ugye másfél évvel ezelőtt közel a választások után volt itt a stúdiónkban, akkor beszéltünk a testület összetételéről is. A képviselőtestület milyen konszenzussal fogadta el ezt a költségvetési rendeletet, tehát megvolt úgymond a egyesség a testületi tagok között, vagy pedig azért kell legyűrni az ellenzékeket? Természetesen voltak viták, de azt gondolom, hogy ez így természetes. A Monori önkormányzatra, és azt nagyon valószínűséggel másfél évvel ezelőtt is elmondtam, egyébként szerencsére soha nem volt jellemző a pártpolitizálás. Tehát az ide megválasztott képviselőket eddig, hála Istennek, az jellemezte, hogy a város érdekeit nézték, és a döntéseiket az vezérelte, hogy mi az, ami jó a településünknek. És én nagyon szeretném, hogyha ez a politikai örökség ez megmaradna az elkövetkezendő években, és ez továbbra is jellemezni a testületet. Ennek folyamánya azt gondolom az is, hogy az ilyen egyébként fontos döntésekkel összefüggésben sincsenek késhegyre menő viták, legalábbis ha vannak is, azok alapvetően szakmai viták, és nem politikai viták. Ha jól emlékszem, akkor talán két tartózkodással fogadta el egyébként a Monori képviselőtestület a 2016. évi költségvetést, és hát azok az észrevételek vagy javaslatok, amiket akár az ellenzéki képviselőtársaik megfogalmaztak, azok is összességében konstruktívaknak voltak tekinthetők, illetve hát menet közben is természetesen azt gondolom, ha a város javát szolgálja, akkor helye van annak, hogy ezeket befogadjuk a döntéseinkbe, és adott esetben támogassuk is őket. Ennek örülök, akkor nyilván ez erőt ad a további munkákra, és akkor beszéljünk a részletekről. Polgármester úr említette ugye a köznevelési intézmények működtetésére, ha jól tudom, akkor 167 millió fordít az önkormányzat. Itt ugye általános iskola, József Attila gimnázium, nevelési tanácsadó, zeneiskolával kapcsolatos ügyek. Aztán beszélhetünk ugye a Monori gyermekek étkeztetésére, ha jól tudom, 196 millió forintot kap a városvezetés. Igen. Elegendő mennyiségű források ezek? Én azt gondolom, hogy ez a 160 millió forint, hogyha az első kérdésének az első felére válaszolok, akkor az nagy valószínűséggel magára a köznevelési intézményeknek nem a fenntartói, hanem az üzemeltetői, működtetői feladataira az elég kell, hogy legyen. Ugye itt arról van szó, és hát ezt nagy valószínűséggel sokan tudják a nézők közül is, hogy ugye elvált Magyarországon a fenntartó, illetve az üzemeltető, működtetői szerepkör. A fenntartó az ugye minden esetben a felsorolt köznevelési intézmények, tehát az általános iskolák, illetve a középiskolák, valamint a zeneiskola esetében, hiszen zeneiskolánk is van, valamint nevelési tanácsadónk, tehát ezen intézmények esetében a fenntartó természetesen továbbra is a magyar állam, és a magyar állam a szervén, illetve a területi szervein keresztül a Klebersberg intézmény fenntartó központon tartja fenn ezen intézményeket. Az üzemeltetői, működtetői feladatokat vállalta át most az elmúlt év szeptemberében az önkormányzatunk, ugye akkor volt lehetőségünk arra, hogy egy ilyen döntést hozzunk, és hát ezzel gyakorlatilag a létesítménygazdálkodási, a takarítói, a karbantartói és általában az épületüzemeltetői feladatokat vállalta át a Monori önkormányzat. Ennek a terveink szerint nagyjából ez a 167 millió forint lesz a fedezete.
de úgy kalkulálunk, mivel minden egyes intézményre vonatkozólag részletes intézményi, ha úgy tetszik, akkor elemi költségvetést készítettünk a működtetés vonatkozásában, úgy kalkulálunk, hogy ez a 167 millió forint ez a működtetésre elég lesz. Természetesen ez nem tartalmazza a napi karbantartási és a kisjavítási feladatokon túli felújítási igényeket. Ezekre a többletigényekre, a felújítási igényekre a költségvetésünkben egy külön soron még további egyelőre 25 millió forintot biztosítottunk, tehát ebből szeretnénk, hogyha elsősorban a nyári leállás idejére, tehát a szünidőben a komolyabb munkákat is el tudjunk végezni, vagy el tudnánk végezni a köznevelési intézményeinkbe, hiszen továbbra is felelősséget érzünk ezek iránt, amellett, hogy természetesen ezt tudomásul vesszük, hogy állami fenntartásban vannak, de hát mégiscsak a mi gyerekeink járnak ezekbe az intézményekbe. Folytassuk az adókkal, nagyon fontos tétel ugye a város költségvetésében ez. Van-e valami változás a tavalyi évhez képest? Bevezetnek-e új adónemet, illetve emelik-e valamelyik adófajtából származó bevételi forrást, illetve mennyivel számolnak, mi az, ami az adó mértékétől függően éves bevétellel számolnak, mert ha jól tudom, akkor a tavalyi évhez képest ez is fejlődést mutat. Igen, ugye valóban az önkormányzat gazdálkodásában ugye az egyik legfőbb bevételi forrás azok az úgynevezett közhatalmi bevételek, vagy más néven az adóbevételek. A mondani önkormányzat most már évek óta következetes abban, hogy sem új adót nem vezet be, sem pedig a meglévő adók mértékét nem növeli. Hát, amíg én leszek a polgármester, addig ígéretet tudok tenni a monoriaknak, illetve a monori vállalkozóknak, hogy ez így is lesz. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi, még ha javuló gazdasági környezetben is nincs helye annak, hogy egy település további adókat vessen ki, vagy a meglévő adóknak a mértékét növelje. Tehát kifejezetten úgy nyilatkoztunk, hogy ezt még novemberig kellett az önkormányzatoknak erről határozniuk, hogy nem kívánjuk emelni sem az adók mértékét, és újakat sem kívánunk bevezetni, sőt, szeretnénk vállalkozó barát önkormányzat lenni, tehát keressük azokat a lehetőségeket, hogy tudunk további befektetőket a településünkre csalogatni, hát ezzel meg aztán végképp nem fér az össze, azt gondolom, hogyha új adónemeket vezetünk be. Ha említi a vállalkozó barát önkormányzat titulust vagy címet, idén, illetve tavaly mennyi volt az iparűzési adóból származó bevételük? Kifejezetten az iparűzési adóból bő 350 millió forint közötti összeg folyt be. Értelemszerűen ugye a monori adóbevételekben is az iparűzési adóbevétel a leghangsúlyosabb. Ez már egy magasabb összeg volt egyébként, mint 2014-ben, tehát a 2015-ös iparűzési adóbevételben már egy jelentős, egy szignifikáns emelés volt érezhető, ami a statisztikai hiba határon jóval túlmutat, tehát ezt már ugye nem bírtuk nem annak tulajdonítani, hogy valószínűleg javult a gazdasági és az üzleti környezet, tehát egyszerűen a monori vállalkozóknak is, hála Istennek, valószínűleg jobban ment már a 2015-ös évben, és hát arra számítunk, hogy 2016-ban ez a tendencia folytatódik, és az iparűzési adóbevételünk is emelkedni fog. Így terveztük egyébként a 2016-os költségvetésünket, hát természetesen azért egy konzervatív és egy óvatos becsléssel. Egy-két slágvortot mondok, kérem reagáljon rá, közvilágítási feladatokra is költenek, mennyit és miért? Kötelező feladat az önkormányzatnak a közvilágítás biztosítása a belterületi utakon, ugye 44 millió forint szerepel az idei költségvetésünkben, és akkor ez még csak az az összeg, amit a szolgáltatónak kifizetünk a közvilágításnak a üzemeltetésére, a működtetésére. Ezen túl ugye minden évben fejlesztjük a közvilágítási hálózatot, azt az összeget, amit az idejében a fejlesztésre fogunk fordítani, ez az összeg nem tartalmazza, de azért jellemzően itt is minden évben egyre többet költ az önkormányzat arra, hogy azokon a területeken, ahol nincs közvilágítás, vagy hiányos a közvilágítás, ott ezeket pótoljuk, illetve fejlesszük a hálózatot. Ebben természetesen a monori lakosoknak
alapvetően a véleményére támaszkodunk, illetve azokra a lakossági igényekre, amik évközben beérkeznek hozzánk, és ez alapján döntünk arról, hogy mely évben, mely területeken hol tudjuk a közvilágítási hálózatot bővíteni, de ez a 44 millió forint, ez csak a magának a hálózatnak az üzemeltetésére, magyarul az áramszámlára fog elmenni. Gyermekek szünidei táboroztatása? Ugye itt is egy pozitív tendenciáról tudunk beszámolni, és azt gondolom, hogy minden önkormányzati vezető így van ezzel. Ugye az állam most már évről évre többet költ a szünidei gyermekétkeztetési feladatokra, és hát ez természetesen, mivel ennek a címzetje az elsősorban az önkormányzat, ezért ez nálunk jelentkezik. Az idejében ugye a magyar állam kiterjesztette a szünidei gyermekétkeztetésben részesíthető gyermekeknek a körét, tehát 2016-ban valamennyi hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részesül szünidei gyermekétkeztetésében, ugye ennek a felezetét a költségvetésünkben biztosítjuk, de már a tavalyi évnek az volt a tendenciája, hogy a Monori önkormányzat is hozzátette a maga részét a szünidei gyermekétkeztetési feladatokhoz, és ennél egy jóval szélesebb kört szeretnénk megszólítani, illetve hát ellátni élelemmel, étkezési lehetőséggel a szünidőben. És ugye mi korábban ez azért csak a nyári időszakra volt jellemző, úgy a tavalyi év volt az első, amikor ugye már az őszi szünetben, a téli szünetben, majd ugye most következő tavaszi szünetben is biztosítani is kell az önkormányzatoknak a szünidei gyermekétkeztetést. Amit mi, és itt áttérnék akkor a költségvetésnek egy másik pontjára, ugye kiegészítünk azzal, hogy az idejében megemeltük a táborosztatásra fordítható keretösszeget, és azt szeretnénk, hogy minél több színvonalas és jó tábort szervezzenek, elsősorban a monolit civil szervezetek. Ugye a saját intézményrendszerünkön keresztül is próbálunk persze szünidei programokat szervezni, ugye a Vigadó Kft.-nek is van tábora, viszont ugye azt látjuk, és azt láttuk, hogy egy valós probléma bizony a legtöbb szülő életében az, hogy hova tegye a gyerekét a szünidei időszakban, ugye ma már... Hosszú a három hónap, ugye jellemző a kétkeresős családmodell, sőt a legtöbb családban már sokszor ugye a nagyszülőkre sem mindig lehet számítani, hiszen ők is, ha tehetik, akkor még dolgoznak és elfoglalják magukat, és ez egy, igenis egy valós és egy komoly probléma az, hogy tényleg megfelelő felügyelet mellett még színvonalas jó programokat tudjunk a gyerekeknek biztosítani. Ezért erre egy külön programot indítottunk az idejében. Bevontuk azokat a hagyományosan a városban tábort szervező civil szervezeteket, egyházakat, akik ezt az elmúlt években jól csinálták, és akik eddig is kaptak erre támogatást, és azt az összeget, amit az idei táborosztatásra fordíthatnak, azt megemeltük. És azt szeretnénk, hogy a teljes nyári időszakban legyenek programok, tehát ne legyen olyan időszak a nyár folyamán, amikor monoron nem lehet a gyerekeket táborba küldeni, jó táborba és ellenőrzött táborba küldeni. Ezért ezt a tábornaptárt is egyeztetjük, kitöltjük azokat az időszakokat, ahol jelenleg még egyik szervezet sem szervez tábort, és mindemellett, hogy magát a táboroztatást támogatjuk, és nagyobb összeggel támogatjuk, szeretnénk a táborban résztvevő, elsősorban a rászoruló gyermekeknek a részvételi költségét is támogatni. Tehát az idei költségvetéssel kapcsolatban is egy olyan döntést hoztunk, hogy várhatóan 500 gyereknek tudjuk a szünidei táboroztatását támogatni, illetve a táborban való részvételét támogatni. Térjünk át a fejlesztésekre. Egy város életében nagyon fontosak az útfelújításokra, a járda, gyalogátkelői felújításokra szánt pénzek. Önöknél ez hogy alakul idén? Ja, ezt az úgynevezett járda programot ezt tavaly elkezdtük, akkor 20 millió forintból nagyjából 2 kilométernyi járdát tudtunk megépíteni. Az idejében is szeretnénk ezt a programot fordítani. Az idejében ismét 20 millió forintból, hát várhatóan nagyjából szintén egy 2 kilométernyi járdaszakaszt tudunk megépíteni, és én abban bízom, hogy ha ezt minden évben így be tudjuk tervezni a költségvetésünkben, akkor néhány éven belül a legfontosabb, legforgalmasabb járdaszakaszokat rendbe tudjuk tenni a városba. A
gyalogátkelőhelyek, magyarul zebrák nagyon sok helyen hiányoznak a városból, és jogos panasz a lakosság részéről az, hogy ezen a helyzeten javítsunk. Kiválasztottunk 5 olyan mondjuk közlekedés biztonság szempontjából kritikus helyet, ahol veszélyes a közúton az átkelés, és ezen a 5 helyszínen szeretnénk gyalogátkelő helyet létesíteni. Ezt még nem hoztuk a konkrét helyszíneket nyilvánosságra pont azért, mert ugye a terveztetés már megtörtént, viszont a különböző engedélyeztetési eljárások még csak most folynak, és egyáltalán, hogy hol lesz majd, vagy hol nincs fizikai akadálya ezeknek a kiépítésének, az majd most fog eldőlni, de mindenképpen szeretnénk, hogyha elindulna egy, tetszik, akkor zebra program is a városban, és minél több helyen lenne biztonságos gyalogátkelésre lehetőség a városban. Fejlesztéseknél maradjunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei év legnagyobb beruházása, legalábbis ezt olvasni mindenütt önökről, a sportcsarnok lesz. Mikor indulhat meg? Ugye erről már beszéltünk itt másfél évvel ezelőtt is, ha jól tudom. Aztán egy kis szünet következett be. Igen, ha jól emlékszem, akkor pont itt ebben a stúdióban a Williams televízió nézőinek beszéltem arról akkor még titkos álmunkról, hogy szeretnénk az idei ciklusban egy sportcsarnokot építeni Monorra. És hát most arról tudok itt beszámolni ismét a televízió nézőknek, hogy ez az álom ez valóra válik. Tehát ugye decemberben született meg az a kormányhatározat, ami alapján egy olyan támogatást kaptunk kifejezetten a sportcsarnok megvalósításra, ami alapján az előkészítő munka már is el is indulhatott, el is kezdődhetett. A 2017. december 31-éig, tehát jövő év végéig meg kell valósítanunk a sportcsarnokot, és a támogatási összeggel el kell számolnunk. Tehát egy szoros és feszített ütemezésről van szó, 250 millió forint az előkészítés költsége, és 1 milliárd 250 millió forint magának a fizikai megvalósításnak a költsége. Összesen másfél milliárd az, amit a csarnokra költhetünk, ami egy nagy összeg, de hát egy csarnok esetében természetesen szinte nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni, tehát ez egy mind a pénzügyileg, mind pedig az időben azért egy feszes gazdálkodást és egy feszes ütemezést igényel az önkormányzat részéről. Egy-két adatot mondjon, mit kell tudni erről a sportcsarnokról, milyen méretű lesz, kézilabda, kosárlabda méretű, alkalmas lesz-e futsal mérkőzésre, nézőtér befogadó képessége mekkora lesz? Az egyik legfontosabb döntést már meghozta az önkormányzat akkor, amikor döntött a helyszín mellett, ez a Balassi-Bálint úton fog megvalósulni, hogy a monoriak ezt úgy ismerik, hogy az új orvosi rendelő utáni terület, a Lőcsei út, az Ólyom út és a Balassi-Bálint út által határolt területen, ami gyakorlatilag a meglévő sporttelepnek lesz majd a folytatása, tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy jó a helyszínválasztás. Az úszoda, az új műfüves labdarúgópálya közvetlen közelébe kerül, tehát azt lehet mondani, hogy sportközpont vagy sportcentrum alakulhat ki ezzel Monoron. 1000-1200 fős befogadó képességű csarnokot tervezünk, tehát ennyi lesz várhatóan az ülőhelyeknek a száma. Természetesen azt szeretnénk, hogyha ez egy multifunkciós csarnok lenne, tehát nem csak sportrendezvényeknek adhatna otthont, hanem egyéb kulturális programoknak, koncerteknek, báloknak. Ugye a monori középiskoláknak a régi problémája, hogy még egy szalagavotó bált sem tudnak igazából megrendezni a településen. Ugye legutóbb a Sztelényi szakközépiskolának a szalagavotó bálját azt az ülői sportcsarnokban kellett megtartanunk, ami természetesen egy jó hely, és szeretjük, de hát azért mégiscsak jobban örülnénk neki, hogyha ezt a városon belül tudnánk megtartani. A méretezéssel kapcsolatban ugye valóban az vezérelte eddig az önkormányzatot, és az a tervezési program, ami eddig elkészült, az is arra épül, hogy egy első osztályú kézilabda mérkőzést meg lehessen tartani a csarnokban. Ugye a kézilabdának van ugye, mind fizikailag a legnagyobb területigénye, mind pedig ugye létszámban, hiszen a kézilabda csapatot alkotják a legtöbben azok közül a csapatsportok közül, amit várhatóan majd ebben a sportcsarnokban meg lehet rendezni. Tehát a kézilabda mérkőzések lebonyolítására alkalmas, és első osztályú kézilabda mérkőzések lebonyolítására alkalmas csarnokot szeretnénk, de természetesen emellett a röplabdának, illetve a kosárlabdának, aminek ugye komoly hagyományai vannak a városunkban, szintén otthont tud majd adni. Az, hogy lesz majd megtöltve élettel, és ténylegesen mire lesz használva, ez nyilvánvalóan majd a később fog eldőlni, annak érdekében, hogy
minél jobban körüljárjuk a témát, és a már a tervezés kapcsán, az előkészítés kapcsán megalapozott döntéseket hozzunk. Tanulmányutakat folytattunk a kollégáimmal, 7 már működő és az elmúlt 8-10 évben megépített csarnokot vizsgáltunk meg és néztünk meg, és hát az üzemeltetési tapasztalatokra is kíváncsiak voltunk, nem csak az építészeti kialakításra, és hát ugye egyet Mosonmagyaróváron még építés közben is meg tudtunk vizsgálni, és hát igyekszünk nyilvánvalóan jó tapasztalatokat és a jó példákat összeszedni ezekből, és hát elkerülni azokat a buktatókat, amikről azért időnként beszámolnak azok a kollégák, akik bemutatják nekünk ezeket a sportlétesítményeket. Bízom benne, hogy legközelebb nem másfél év múlva beszél erről, hanem már arról, hogy megkezdődtek az építkezések. Tényleg nagyon kevés időnk maradt, polgármesterről, úszoda üzemeltetés. Röviden, mennyit költenek rá évente? Illetve ebben az évben. Az idei évben figyelemmel arra is, hogy egy új vezetője van az úszodának, aki azért elég szorosan fogja a gyeplőt és feszesen gazdálkodik. Csak, és ezt a csakot idézőjelben mondom, 22 millió forintot költ az önkormányzat az úszoda működtetésre. Ennél egyébként a korábbi években jóval többbe került az úszoda működtetés. Ez egy szelete a Monor város által a sportra költött összegeknek. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, és ez én azt gondolom, hogy a másfél éve megválasztott képviselőtestületet is jellemzi, hogy szeretnénk sportos város lenni. Szeretnénk, ha Monor egy igazán sportos város lenne, és nem csak, vagy nem feltétlenül, nem elsősorban a versenysport tekintetében, hanem a tömegsport és a szabadidősport tekintetében. Tehát ezért fontosnak tartjuk ezeket a támogatásokat. Egyébként enélkül maga az úszoda nem is tudna működni és gazdálkodni. Egy úszodát, de hát egy sportcsarnokat sem feltétlenül azért hoz létre az ember, hogy ez hasznot hozzon. Kevés ilyen példát ismerünk egyébként is az országból. Ez azért van, hogy minél szélesebb rétegeknek sportolási lehetőséget tudjunk biztosítani. És hát ez a 22 millió forint, amit az idejében az úszoda üzemeltetésre, működtetésre hozzárak az ember, illetve hozzárak az önkormányzat a saját bevételeim mellé, az úszoda bevételeim mellé, ez még mindig eltörpül amellett, hogy éppen most számoltuk össze, hogy a tavalyi évben 100 millió forintot költött a város a sportéletnek a támogatására. Ugye ebben az üzemeltetés mellett benne volt a sportteletnek a működtetése, a Monori Sportegyesületnek a támogatása, a jégpályának a létrehozása és a működtetése, és nem volt benne például annak a műfőves labdarúgó pályának a 120 millió forintos költsége, amit szintén a tavaly évben valósítottuk meg, de az ugye egy egyszeri beruházás volt. Ha már sportegyesületet említett, a Monori Sportegyesület működésére idén is költenek, nem kevesebb, mint 18 millió 300 ezer forintot. Ez csak a működési támogatás, tehát a sportegyesület összességében több mint 34 igen. millió forintot. Ebben van a tornaterem látóbérlés támogatása. Van. Hát ismét csak azt tudnám mondani, hogy fontos sportos számunkra a sport, és szeretnénk, hogyha Monor egy valóban sportos város lenne. És nem elsősorban, vagy nem feltétlenül mondjuk az első labdarúgó csapatban focizóknak a támogatása miatt, hanem amiatt a több mint 700 gyerek miatt, aki jelenleg is a Monori Sportegyesület színeiben sportol és rendszeresen edz. De nem csak a sport és a civil szervezeteket támogatják, hanem a Monori mentőállomást is. Ez mit jelent idén? Ugye a tavaly évben egy vadonatúj mentőállomást alakított ki a Monori önkormányzat. Egyébként még a tulajdonában lévő szakorvosi rendelőintézetnek az egyik szárnyában, ahol korábban a házi orvosok működtek. Ugye ennek a mentőállomás több szempontból is fontos, én azt gondolom, még akkor is, ha itt sem önkormányzati feladatról van szó, hiszen ennek a üzemeltetése, fenntartása és a fejlesztése az országos mentőszolgálat, egy állami szervezetnek a feladata. Ugyanakkor a mi betegeinket, illetve a rászorulókat látják el, és hát a Monori mentőállomás ugye ezen túl földrajzilag és stratégiailag is egy fontos helyen van, tehát az országos mentőszolgálatnak a térképén egy fontos pont, egy fontos mentési pont a mentőállomás. Én azt gondolom, hogy elismerésre méltó az a munka, amit itt Monoron folytatnak, és nem csak a monori rászorulókért, vagy bajba jutottakért, hanem az egész térségben. Ugye megkaptuk a statisztikai adatokat tőlük, bár ugye nekünk nem tartoznak beszámolási kötelezettséggel, de csak a tavaly évben 207,
272.000 kilométert futottak a monori mentőállomásnak az autói, és 5.307 esetben segítettek a bajba jutottakon. Ez önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon beszédes szám. Tehát ezért is fontos a önkormányzat és a monori önkormányzat számára is ez a mentőállomás, amit most azon túl, hogy kialakítottunk a mentőszolgálat részére, most még a felszerelésében is támogatunk, tehát bútorokat vásárolunk, szekrényeket, öltöző szekrényeket vásárolunk a kollégáknak, hogy a munkakörülményeiket is komfortosabbá és jobbá tudjuk tenni. És hát nyilvánvalóan azért a központ, tehát a mentőszolgálat is igyekszik hozzátenni a maga részét a lehetőségei. Ez mérten, tehát a három mentőkocsi mellé a tavalyi évben még egy vadonatúj Mercedes Sprinter esett kocsit is kapott a monori mentőállomás. Polgármester úr, a végére maradt két nagyon aktuális dolog, egy pályázati felhívás, ez pedig a Tiszta Udvar rendes ház címet viseli, mi a legfőbb tudnivaló ez ügyben. Kik pályázhatnak, illetve milyen díjak vannak? Ez természetesen a monoriaknak szól, a monori ingatlan tulajdonosoknak szól. Hát én azt gondolom, hogy nincs olyan, legalábbis a mi korosztályunk számára, vagy a tőlünk egy kicsit idősebbek számára, aki nem emlékezne még erre a programra, ugye a 70-es, 80-as években indult, és azt gondolom, hogy egy népszerű és egy jó kezdeményezés volt. Megtiszteltetés volt, hogy a kis tábla kín volt. Annyira megtiszteltetés volt, hogy én ahogy járok a monori utcákon, a mai napig látom, sokan még mindig kint tartják ezt a táblát, és büszkék arra, hogy egyszer elnyerték ezt a kitüntetést. És hát ha mondjuk egy mondatba kéne megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a környezetért vállalt egyéni felelősségnek a növelése érdekében és közösségépítő céllal indította el a monori önkormányzat, vagy indította újra a monori önkormányzat ezt a programot. Tehát azt szeretnénk, hogyha minél több virágos, gondozott, szép porta és kert lenne a városunkban. És hát nyilvánvalóan a lehetőségeinkhez mérten az önkormányzat is próbál tenni azért, hogy szépítse a várost, a közterületeinket, de nagyon fontos, azt gondolom, az egyéni felelősség, amit az ingatlan tulajdonosok tehetnek a saját portájuk és a környezetüknek a rendben és a tisztántartása érdekében, meg az előttük található közterületnek a tisztántartása érdekében, tehát ezért is indítottuk el ezt a programot. A korábbihoz képest több kategóriában lehet pályázni, természetesen van családi ház kategória, de ezen kívül indítottunk külön a cégeknek a telephely kategóriában is pályázatot, a társasházak is pályázhatnak, valamint mivel úgy gondoljuk, hogy azért is tudjuk, hogy vannak a városban olyan utak, útszakaszok, ahol egy lakóközösség, tehát több ingatlan együtt is már évek óta hagyományosan óvja a természeti környezetét és szépen tisztán tartja a portáját, ezért utak és útszakaszok is pályázhatnak, ők egy vándorkupát fognak kapni, hát a nyertesek természetesen. Május 20-ig lehet pályázni, az önkormányzat honlapján elérhető a pályázati adatlap, egy nagyon egyszerű adatlappal is, hát fényképekkel lehet erre a címre pályázni, és ezúton biztatok minden vonorit, hogy vegyen részt ezen a pályázaton. És ha jól tudom, akkor a júniusi képviselőtestületülésen döntenek a cím adományozásáról. Polgármester, egy témánk maradt, a végére ez pedig a nyári rendezvények. Kicsit tekintsünk tehát előre, melyek azok a programok, amelyekre monoriakat, illetve monorváros környezetében levő lakókat is szívesen várják. Gondolom, itt kulturális és sportprogramokról egyaránt szó lesz. Beszéltük arról, hogy szeretnénk sportos város lenni, és ugye ezt nem csak a szavakban, hanem most már tettekben is szeretnénk, hogyha megnyilvánulna. Most idén először május 8-án, de hagyományteremtő céllal rendezzük meg a Mozdulj Monoron nevű tömegsport rendezvényünket, ami egy városi futónap lesz, és itt Katus Attila aerobik világbajnok lesz a vendégünk, aki majd egy ilyen bemelegítést fog tartani a monoriaknak, majd azt követően több kisebb számban futóversenyt is rendezünk. Klasszikus családi sportnapot szeretnénk május 8-án itt Monoron, természetesen a sporttelepen, Balassi úti sportpályán megvalósítani. 15 órakor, ez egy vasárnapi nap, 15 órakor kezdődnek egyébként a programok. Május 14-én
szombati nap jön hozzánk az Alma együttes, nagyon sokan szeretik ezt a gyerekzenekart, és hát arra számítunk, hogy a környékből, a Williams Televíziónak a vétel körzetéből is minél többen el fognak majd jönni a piac és fesztivál csarnokba. Tehát ez május 14-én és 17 órakor szombaton kezdődik nálunk. Ugye most már hagyományos nagy városi rendezvényünk a Borvidékek hétvégéje. Június 11-én kerül megrendezésre. Ezt lehet mondani, hogy az egész országból érkeznek ugye nem csak a vendégek, hanem a jobbnál jobb borászok és borászatok ide bemutatkozni. Monoron a helyszín az természetesen a Strázsahegyi Pincefalu, a rendezvényeknek a központja pedig a Pincefalu aljában az Orbán tér lesz. Ugye itt lesz majd két, én azt gondolom, nagyszerű koncert is. Az egyik a Vivat Bacchus együttesnek a koncertje, a másik pedig a fiatalok között is népszerű Pazó zenekarnak a ingyenes koncertje lesz majd, tehát június 11-én mindenkit várunk a Borvidékek hétvégére Monorra, és hát augusztus 20-án is színes programokkal várjuk a monoriakat. Most már az is hagyomány, hogy itt is egy kétnapos rendezvényt tartunk, az Új Kenyér ünnepét, vagy az Új Kenyér fesztiválját. 19-én egy nemzetközi néptánc találkozó lesz. Tavaly is nagyon jól sikerült, és több helyről, egész Európából érkeztek hozzánk néptánc csoportok. 20-án pedig a hagyományos tűzijáték mellett előtt a Beatrice zenekar fog majd nálunk zenélni. Polgármester úr, ezek a programok azt hiszem, hogy mindenkinek csalogatóan hangzottak, és bízom benne, gondolom én is, hogy minél többen meglátogatják, és minél többen szórakozhatnak az önök városában, mert már sportos város lesz arra. Várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Tegyen így legközelebb is, és ne várjon ezzel másfél évet, majd mi is hívni fogjuk, és hát a sportcsarnok beruházás megindul, akkor mindenféleképpen szeretnénk a nézőket erről tájékoztatni. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézők, önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt mintegy 30-35 percben Zsombok László monorváros polgármestere volt a vendégünk, és beszéltünk a város idei költségvetéséről, a legnagyobb beruházásról, így a sportcsarnokról, valamint az uszoda üzemeltetéséről is, illetve a legfőbb bevételi forrásokról. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, köszönöm polgármester úrnak is még egyszer, a viszontlátásra. A Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban is zsong teljes erővel a tavasz. Névadónk például szerepel a Magház Pest megyei értéktár kiállításában. Nálunk is kiállításokkal köszöntött be a tavasz. A Kőrös-Maros Nemzeti Park növényvilágával köszöntöttük a Vízvilágnapját. Ebből az alkalomból minden olvasónk majd egy héten keresztül teát kapott jutalmul, ha eljött hozzánk, illetve vizes kvíz kérdéseket, keresztrejtvényeket, találós kérdéseket, közmondásokat kaptak megfejtendő, és a helyes megfejtésekért a gyerekek teásbögrét kaptak jutalmul. Ez rendkívül nagy érdeklődésre tartott számot, és örömmel versenyeztek érte a gyerekek. Április 11-én az Országos Költészetnapi Mozgalomhoz csatlakozva a könyvtár is posztol verseket az utcára, el fogjuk árasztani Maglódot versekkel. Reméljük nem a tefű bánatára, hanem az olvasó körömére. A következő programunk április 22-én lesz, ez a szokásos havi rendszerességű magmesekör, alkotófejlesztő mesefoglalkozást tartunk minden hónap harmadik péntekén este 5 órától a kisiskolásoknak Nezvál Eszter meseterapeuta és Kubacsnyel mese kreatív közreműködésével. Májusban a születés hetét fogjuk megtartani a könyvtárban is, ehhez az Országos Mozgalomhoz csatlakozunk egy hetes rendezvénnyel, és ezt egy áprilisi előzetes kisgyermekfoglalkozás vezeti be. Anyák napi kreatív fejlesztő foglalkozást tartunk a gyerekeknek, ahol az édesanyjuk részére egy újság külön számot készíthetnek, írhatnak, rajzolhatnak a gyerekek. Ezzel zárul az április.
Szeretettel köszöntjük a Williams Televízió nézőit a Maglódi Művelődés házából. Április 9-én 17 órakor a Költészet napja alkalmából Szeberényi Lajos utódai címmel Maglódi Költők találkozója, költészet napi beszélgetés és verselés. Belépés ingyenes. Április 16-án szombaton 17 órakor az Apollo Színház mutatja be először Magyarországon Verne Gyula klasszikusát, a Némo kapitányt, amely darabot most nálunk is láthat a közönség. Április 20-án szerdán 17 órai kezdettel Ismerkedés az operával című sorozatunkból Mászkányi Parasztbecsület és Leon Cavallo Bajadzók zenetörténeti előadására és ismert részleteinek meghallgatására kerül sor. A belépés ingyenes. Április 23-án szombaton 9-től 16 óráig egészségnapot tartunk az allergia mentesség jegyében. A rendezvényen elsősorban az ételallergiával együtt élők problémáira kívánjuk felhívni a figyelmet. A program ideje alatt segítséget kaphatnak a napi problémák megoldásához, gyakorlati tanácsokkal, ingyenes szűrésekkel, ötletekkel, receptekkel, termékbemutatókkal, kóstolókkal. Belépés ingyenes. Április 30-án szombaton patakparti majális. Délelőtt a civil szervezetek főző versenyével indul a nap, ahol részt vehetnek magánszemélyek és családok is. Jelentkezni a magházban lehet. Utána délután a gyerekeknek a Kispárna mesezenekar nyújt önfelett perceket, akik 2011-ben alakultak, és mindennapi történéseket, például délutáni alvás, öltözködés, tisztálkodás, civakodás, barátkozás idéznek meg a gyermekek világából. Maglódi együttesek bemutatkozása után következik sztárvendégünk, Vastag Tamás. Majd a Keszkedi Parti Zenekar, a nap vége, egy fergeteges bulit ígér, a Best of Disco, a 90-es évek és napjaink slágereivel, DJ Pagával. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Maglódi Művelődés házában. Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió Plusz 29 térségi magazin műsor április 1-i adását látták, új adással pedig április 8-án, pénteken 19 órakor jelentkezünk, az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap 1 órakor délben, valamint 20 órakor. Műsoraink már az interneten is láthatók a www.williams.hu weboldalon. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!